Úgy gondoltuk, hogy méltányos lett volna az ellenzékkel is leülni egy közös beszélgetésre, ami egyúttal jelen lett volna, és szimbolizálta volna a nyitottságot, az együttműködésre való készséget. Ez nem történt meg, ez a beszélgetés, hogy az ellenzék is tudja, hogy ki az a jelölt, vagy kik a jelöltek, akikre esetleg szavazni kell majd a képviselő, vagy lehet majd a képviselőtesteti ülésen. Ugyanez vonatkozik egyébként a tanácstagokra is, a polgármester helyettesre is, ahol az utolsó pillanatig semmilyen információja nem volt az ellenzéknek, képviselőcsoportunknak sem, arról, hogy kik ezek a személyek és kik a posztok várományosai.